kettő. Nem mondta, nem hallottam ilyet. Minden hatóság, aki ez ügyben eljár és vizsgál, kivéve ugye a bíróságot, Gyurcsány Ferencnek tartozik közvetve. Az ügyészség? Alárendelve. Az ügyészség? Természetesen. A miniszter... Minisztert maga Gyurcsány Ferenc nevezik ki, és a miniszter az ügyészséget irányítja. Tehát én azt gondolom egyébként... De azért hallott már Polt Péterről, nem? Hallottam. Na, látja. Nem azt nem igazolja. Gondolom, sok mindent el lehet mondani ebben a kérdésben. De én legutóbb is, mikor önnel volt szerencsém beszélni, azt mondtam, hogy minket tönkre fog tenni ezt az országot. Hogyha az ügyeinket, a politikai, közéleti vitáinkat kriminális eszközökkel próbáljuk megoldani. És egyet is értettünk egymással ebben. Hát de ezért csodálkozom, hogy most ezt mondja, még akkor is tegyük föl, hogyha ön meg van győződve arról, hogy lehet valami kapcsolat a helyi MSZP és a maffiózók között. Tegyük föl, hogy ön erről 100%-ig meg van győződve, de csak az ellentéteket, konfliktusokat és gyűlöleteket erősíti azzal, hogy előáll vele bizonyítékok nélkül. Az más dolog, hogyha a kezében van egy bizonyíték, de van. Hát szerkesztő úr, kérem, ha azt mondja a Lápos Jelz a Népszava hasábjain, vagy bárhol máshol, nagy nyilvánosság előtt, hogy én közpénzeket pártpolitikai célokra költök, és kampányos újságot csináltattam ebből, akkor az bizonyíték arra, hogy ő egy bűncselekményt követel, engem rágalmaz. De hát mondom, a szocialistákról naponta százszor mondják ezt fideszesek, hogy például közpénzeket pártcélokra használnak föl. Folyamatosan ezt lehet hallani. Igen, nyilván mondom, én azt gondolom, hogy sok mindent fel lehet hozni. De igaz, hogy ez egy országos sugárzású műsor, de én a magam és a helyi ügyekről beszélek. Itt én kapom a nemtelen támadásokat, bármely más eljárásról én nem szeretnék nyilatkozni, nem is ismerem azokat részletesen. Itt viszont tudom, hogy engem hamisan vádolnak meg, és azt is tudom, hogy például az az anyag, amit szerintem meghamisítottak, mert nekünk szerződésünk van, és egy kifizetett anyagunk. A szerződést a Népszavának én küldtem át, nem kiderült, hanem mondtam Markotai úrnak, hogy legyen kedves, nézze meg, hogy mit rendeltünk meg a szerződésben, át e-mailezzük, vagy faxoljuk neki. És 5 perc múlva ott volt a szerződés. Amikor felhívott a Népszava újságírója, Markotai úr, hogy van egy ilyen tanulmány, ami az ő birtokukba került, ez van benne, mondom, olyan nincsen. És 5 percen belül elímélesztük az igazit, mert nálunk itt volt elektronikusan, lehet, hogy egyébként ez 12 perc volt. Tehát nem manipuláltuk. Ugyanakkor azt mondja Láposi, ez a Nyíri Attila, hogy mi hamisítottuk a tanulmányt, és vágtunk ki belőle részleteket. Én biztosan nem, és nem tudok arról, hogy bárki a környezetemből... Polgármester, mondom, én hajlandó vagyok elhinni, hogy ön igazat mond, és a szocialisták alaptalanul vádolják önt, de ebből miért következik az, hogy föl is gyújtják az ön házát? Ezt nem mondtam. Én rosszul jelentem. A logikai következtetés mégiscsak ez, abból a másik idézetből például erre lehet következtetni. Szerkesztőt kérem, én csak annyit szeretnék mondani, hogy ellenem egy összehangolt támadás folyik. Ebben vannak maffia módszerek, például házgyújtás, fenyegető zsaroló levél, ilyet is kaptunk aznapi dátummal, hogy ez csak a kezdet, és nem csak az én személyemet támadják benne. Tehát ez egy várost ért támadás, maffia módszerekkel, és erre kisebb bűncselekmények csatlakoznak fel. Például ennek az anyagnak a hamisítása, vagy legalábbis az ellopása, mert mi ezt bárkinek kiadjuk, nem kérte senki. Tehát aki ezt eljutatta bármely szerkesztőségbe, az nem az egyenes utat választotta, mert akkor ez egész nem történhetett volna meg, hanem kézen közön megszerzett valamit, amit vagy ő manipulált, vagy más manipulált, vagy nem tudom, de bűncselekmény az, hogy innét kimegy egy anyag úgy, hogy senki nem kéri. Értem. Pedig mi odaadjuk. Polgármester úr, néhány hete nekem itt azt mondta, igen, hogy a békét kell vezetni és idézőjelben megnyerni, és 2006-tól én egy csomó gesztust tettem, javult a kapcsolat az ellenzékkel, sokkal jobb a testület hangulatot. Kiszorultak azok a szereplők, akik a legmesszebb mentek, és így tovább. A gesztusok is meghozták a maguk eredményét. Az utóbbi hetekben még focizni is együtt járunk két szocialista képviselőtársunkkal. És a konkrét támadásokra utalva meg azt mondta, hogy az Esztergomban az engem nagyon támadók indulattal vagy gyűlölettel támadók esetében mindig fel tudom sorolni a személyes sérelmet, ahol mondjuk azért haragszik valaki, mert olyan helyen van a telke, ahol nem építkezhet, vagy azért haragszik, mert nem hajthat be az utcájába. Hát ez nem ugyanaz, mint amit most mond.
szerintem ugyanaz. Annyi a különbség, hogy a múlt beszélgetésünkkor még nem történtek meg ezek a dolgok. Na de hát akkor ez csak politikai támadás, de a politikai ellentámadás, amit most ön indított, az nem ment túl messzire ezzel, hogy mégis csak összefüggésbe hozza az MSZP-t a gyújtogatással. Nem túlzás. Én csak azt gondolom, hogy vannak olyan helyi ellenzékiek, magukat civilnek álcázó, talán jobboldaliak is, ezt is mondhatom. Vannak olyanok, akik itt, ezen a tűzön nem együtt éreznek, hanem a pecsényéjüket csütögetik. És ez szerintem nagyon gazember dolog. Tehát most előjönni újabb műbalhékkal, újabb botrányokat kreálni. Korábbi ügyeket, amiket százszor megbeszéltünk, felmelegíteni. Tehát a fürdőnél mindenki mindent vizsgált a fürdőépítésekkor. És tessék elképzelni, hogy ma is úgy kezdődik minden beszélgetés, sajtóinterjú, hivatkozás, például a stop.hu főszerkesztője a Hír TV-ben láttam az én esetemről beszélgetett Gazsó úrral, és azt mondta, hogy ott korrupciógyanús ügyek voltak, és még nincs lezárva a vizsgálat, és a többi, és a többi. Nem volt semmilyen korrupció, mindenki vizsgált minket. Mindenki. A közbeszerzési döntőbizottságtól, az idegenrendészetig, az építészkamarától, a helyi rendőrségig, a megyei rendőrségig, a nemzeti nyomozóirodáig. Minden rendben volt. És most is ott van a bélyeg. A tűzgyújtás után két nappal azért ott volt egy kabátlozás. Ez történik. Sőt, új ügyeket kreálnak. Ma például fölhívott a zoom.hu, azt hiszem így hívják a legújabb internetes fórumot, és Csomor Sándor volt jegyző ügyeiről, arról, hogy a mi városunk nem tart be bírósági döntéseket, kérdezett. Én próbáltam elmondani, elég szövevényes, de szerintem a város szempontjából teljesen tiszta és védhető a történet. Egy hete Láposi Elzánnál látták vasárnap Csomor Sándort, aki egyébként budapesti közvetlen ismerősöm, független ember, nem politikus, csak szólt, hogy megint lesz csomoros támadás, és már megint itt van. De hát értem, hogy nem igen. Kérem, hogy de a kettőt nem kéne összefüggésbe hozni talán. A hullarablás nem kéne végezni. Tehát amikor az áldozatban még oda mennek és belerúgnak. Tehát ezt a hiéna munkát. Én ezt fájlalom. És értem. Azt gondolom, hogy ennek sajnos vannak bűncselekményi elemei, például irat ellopása. Na de akkor ezzel megint csak az MSZP-t gyanúsítja, vagy MSZP-seket? Hát Nyíri képviselő úr, például tagja a felügyelő bizottságnak, a városunknak egy nagy cége van, az foglalja magába a többit, egy holding. Itt felügyelő bizottsági tag Nyíri úr, és nagyon komolyan veszi a feladatát. Egyébként jól is csinálja. Most azt mondja a Népszavának, hogy felmerül a gyanú, hogyha ez a tanulmány manipulált, akkor minden egyes beszámoló manipulált. Tetszik érteni, tehát hiába próbálom én a békét megnyerni, hogyha ez a tűzeset nem arra apropó, hogy akkor még békésebben működjünk együtt, még inkább zárjuk ki ezeket a szélsőségeket, őrültségeket, akár szélső jobboldali, akár milyen. Értem, akkor ön is visszacsap egyet, erre jutott. Nem. Akkor nem szabad azt megtenni, hogyha egy ilyen tűz van, hogy azt mondjuk, hogy manipulált anyag, ami szerintem nincs is, és akkor manipulált minden, amit az FB-ben eddig látott. Hát azért ül ott az FB-ben. Egyébként havi 100 000 forintos tisztes díjazásért, és sok munkát végez Nyíri képviselő úr, hogy lásson mindent. Értem, ha baj van, polgármester. Nekünk is érdekünk, hogy kiderüljön. De nem mondja azt, hogy az elmúlt másfél év közeledése, együttműködése értelmetlen volt, mert az is hamisított lehet. Bízzunk abban, igen. Bízzunk abban, hogy meg lesznek a gyújtogatás tettesei, mert akkor talán kicsit higgadtabb körülmények között lehet. Én nagyon szeretném. És azt is szeretném, hogyha Nyíri képviselő úrral az elmúlt másfél évben elindított útra térhetnénk vissza, de ahhoz erről az útról szerintem neki is le kell térni. Köszönöm szépen, Megyes Tamás Esztergom polgármestere. Viszont hallásra. Viszont hallásra, minden jót.